5 éves koromban hegedültem. Akkor kezdtem. 6 éves koromban már 50-60 dalt. Nem csak nótát, hanem ilyen operát, viljadalt például meg. Szóval mindent. Hát kottát nem ismertem, hát nem is, még iskolába se jártam. De aztán a papától megtanultam a kottát. Édesapja zenész volt, ugye? Zenész volt, igen. Aztán végül is abba hagyta 47-48-ban, mert nagyon rosszul ment, és átképezte magát ilyen csővezetékeket rak. Szóval dolgozott, úgy is ment nyugdíjba. Tehát 93 éves volt, mikor meghalt. Szóval volt Vácon egy tamburmajor, aki eljött hozzánk vendégségbe. Ott tetszettek lakni egyébként? Igen, hát én Pesten, meg az öcsém is Pesten, de a papámnak a rokonsága, a testvérei ott voltak. És ő, neki a szíve minden álma az volt, hogy ott jár, ott legyen. És eljött hozzánk, és meghallgatott. És észrevette, hogy hát én nem értettem, mi az, hogy pontozott fél, pontozott negyed, nyolcad. És akkor kért anyámtól egy almát, azt mondja, most nézd meg, ez mi? Hát mondom, egy alma. Azt mondja, ez egy egész alma, igen. Tehát így megy azt, hogy ez az egész hang, hogy ez az alma, az egész ez hang. Ez egy egész. Azt mondja, most ezt a kettébe vágom, ez két fél lesz. Ott volt ott a papír, az le is írta. Szóval elmagyarázta a zene elméletnek az alapjait, a kotta ismeret alapjait. Elmagyarázta, végül is egész komoly dolgokat, mert én hallgattam, hogy a nagyobb gyerekeket, akiket tanítottak, Roma Karmes, aki ismerte a az az én nagybátyám volt. Engemet nem tanított, sajnos. Minden vasárnap elvittek a nagylányok templomba, mindenáron kispap akartam lenni, mert az tetszett. Iskolai kórusba énekeltünk. A templom után fogtam a hegedűmet, kis hegedűt, és akkor mentem. Megvoltak a kijelölt helyei. Tudtam, hogy kinek mit kell játszani. Uh-huh. Ez szokás volt abban az időben. Minden vasárnap 2-3 pengővel mentem haza, ami a családnak 2 napi élelmet jelentett. Édesapám a Lobászi Ferenccel, ez egy nagyon, az Vácon ő volt az első, úgynevezett első prímás, és itt a Kakuk étterem az Attila körúton, az egy bárónői volt, és az megtetszett, ahogy játszik, és azt az egész zenekart felhozta a Kakuk étterembe. Itt is maradt. És akkor az édesapám, az nagyon szerette mindenki. Nagy bőgős volt. Volt egy ilyen tanácsos, miniszteri tanácsos vagy mit, akihez elment, azt mondja, hát Gézuskám, mondta, hogy hát a családom lent van Vácon, és hát és szeretnék itt Pesten egy lakást valahogy. Hát ő nem tud csinálni egyelőre, de várjon csak. És akkor telefonált egy hölgynek, úgy, hogy 940-ben kaptunk a Pongrác városi házakba egy félkomfortos lakást. Mindig romákhoz vitt tanulni az édesapám. Én már kezdtem ideges lenni, hogy hát ez nem jó, nem... Ezért el tudtam megedülni sok mindent, még a Tannhäuser bevonulás indulót is eljött, vagy a Radics Béla valcert. Azt szépen azt mondták, hogy nagyon jó. És akkor hozott haza egy hangszert, egy csellót,
amit meg kellett ragasztani, és mikor kész volt, akkor fogtam a hangszert, és elkezdtem játszani rajta. Azt mondja, tetszik neked ez a... Hát a hangja megtetszett magának a hangszernek. Úgyhogy mondom én, hát azt mondja, akkor te csellista leszel. Kisbőgős, és akkor elvitt egy rokonunkhoz, aki katona zenész volt, pozsánozott és csellózott. Azt kezdett el oktatni, és az ajánlott valakit, a Bálint Jóskát, aki az operaházban, még aztán később aztán dolgoztam is vele, ő azt mondja, nem foglalkozik, hanem a Banda Ede. Ő esetleg rokon a nagyon híres Banda Marcinak, akinek nagyon híres zenekara volt? Az unokája. Az én nagyapám, az a Banda Marci zenekarába volt brácsás. És hát, hát azt megkerestük, a Terész körúton laktak a 16 szám alatt, és a Edus bácsi, az Edének a papája azt fogadott, és hát a Banda Ede akkor már az akkori fővárosi zenekarba játszott, hát elvállalt, de hát őt behívták katonának, 43-ban. Ő telefonált a Nemzeti Zenedébe a Friss Antal tanár úrhoz, és beajánlott neki. És az én apám is épp akkor katona volt, és bevitt a rádióba, a hatos stúdióba, és ott bemutatott a Friss Tóni bácsinak. Na jó van, azt mondja, tudod, hol van a Semmelweis utca? Hát, tudtam. Hozd a hangszeredet, ekkor és ekkor. És akkor nála kezdtem el. Hány évesnek tetszett ekkor lenni? Akkor 11. 11 éves. És akkor jött a 44, 45. A Tóni bácsi, az pedig minden áron csak technikai dolgokat. Én meg könyörögtem neki, hogy tanár úr, etődöket szeretnék játszani, én minél előbb szeretnék egy zenekarba elkerülni. De közben én 43-44-ben a Rajkó zenek az Oszende kávéházba fölvett a Rigó Gábor. Hát velem nem volt probléma, mert odaadta a kottát, amit játszottunk, Költő és Paraszt, Orfeusz Nyitány, Strauss keringőket, meg a könnyű lovasság Nyitány, ilyen dolgokat, ez ami akkor ment. Akkor nagyon sok hegedűs volt. A Kálmán is ott volt. Mondják Kálmán. Igen, 44-ben, 45-ben sokszor együtt aludtunk, bent maradtunk az Oszlente kávéházban. Mert hát éjjel hazamenni, az, akkor még mentek a vetkőztetések. Hát rólunk sokat nem tudtak volna levenni, de hát mindegy, hát féltünk, hogy akármunk bajunk. És ott a Grósz, vagy Rósznak hívták a tulajdonost. Az öreget is ismertük, azt még nem jött, de hát az Auschwitzba kint, és a fia az túlélte, hazajött, és akkor az megnyitotta újból. Akkor volt ott a Kálmán, Banyák Kálmán, a Bobe Gáspár, Makkai testvérek, az egyik az öreg Rajkó volt, a Makkai az Olaszországban is kim volt, és olasz dalokat énekelt. Úgyhogy a G, mikor meghallotta, kint akarta tartani. És úgy nézett ki, mint egy olasz kis karvajorra volt neki, de olyan szépen énekelt, és csodálatos hangja volt. És hát sorban a nagybőgős, az úgynevezett kolbász, az két nagybőgő volt, két cimbalmos, két cselló volt, brácsa, két brácsa, a zuggó, meg a dadogós Vili,
Hát ezek olyan Mátyás tériek, minden. De engem már 37-38-ban Rigó Gábor föl akart venni, csak a nagyanyám nem engedte. Itt laktunk a rokonok, a pesti rokonoknál. Csak az nem engedte, hogy képzelitek. Úgyhogy akkor még hegedültem. Na én aztán 45-ben én nem szóltam a friss tanár úrnak, bementem a Zeneakadémiára, ott ültek mind Szabolcsi Bence, Zaturecki, Zsámbóki Miklós, a másik, akkor csak két cselló tanár volt, a Kerpel Jenő, Zsámbóki Miklós. A Miklós bácsi szemüveggel aranyos ember volt, de én a Kerpelihez kerültem. Felvettek második előkészítőbe. De aztán egy év alatt ugrottam úgy, hogy a következő évben már első akadémista lettem. Szóval mindent megtanultam, egy hibám volt, őszintén megmondva, hogy az, amit a többiek 2-3 óráig gyakoroltak, azt én egy fél óra, 3/4 óra alatt könnyelmű voltam, mert nekem többet kellett volna dolgozni. Közben, 47-ben a Beszkárthoz elvittek a haverok, gyere hát azt mondja, neked dolgozni kell. Hát 5-en voltunk testvérek, én voltam a legidősebb, és hát elég nehéz helyzetben voltunk. És elmentem a Beszkárthoz, kalauznak. De nem vettek fel a teszt. Vizsgálat az rendben volt minden, itt vetítettek képeket, le kellett írni, hogy hát ilyen. Nem vettek fel azért, mert nem értem el a villamos csengőjét. Úgyhogy váltóőr lettem, itt a Sajó utcában, itt volt a központ. Na, hát ez 3 hónapig tartott összesen, január, február, március, minden nap máshol. Az Orci téren, a Mártírok útján, a mit tudom én, ahova beosztottak. Szörnyű volt hidegben is, minden fásztam meg. Azt mondja, nem tudok fél magával mit kezdeni a fő ellenőr. Betettek a központba. A központba meg ott ül valaki az íróasz. Azt mondja, hát te mit keresel itt? Hát a Barna Zsolt nevű csellista, aki szintén a Kerpelihez járt az akadémián. Hát mondom, váltóőr vagyok. Áldatlan, ne vicceljél. Azt mondja, délután gyere be a zeneterembe, a Vilma Királynő út, itt volt akkor egy Aréna út volt, nem Dózsa György, és volt a templom. A Mária Regnum és mellett ilyen kastélyszerű épület, ahol a Beszkárt zenekar megalakult. Nagy, a Majorosi Aladár volt a vezetőkarmester, a Samesza meghaltak sajnos, Erdély Miklós, hát aki egy, csak valaki nagyszerű. És elmentem. Azt mondja a szolgálatok, na és a fiam, hát mondja, most nincs itt senki se, hanem menjen át ide a Damjanics utcába, a Józsi bácsi kocsmájába, ott a Steiger Karnagy urat, aki a fúvóri zenekat keresse. És átmentem csellóval. Na, öcsi, Ilka néni, adjon egy házmestert ennek a gyereknek. Így kezdte. Jézus Mária, mondom, hova kerül? Ez hogy is volt a házmester, azt hiszem az volt, hogy 3 deci bor? 3 deci bor, 2 deci víz.
Hát mondom, én nem iszom, de tényleg nem ittam, hát nem, hát megittam egy pohár sört, vagy egy deci bort, gyerek, ott a haverokkal. Átjöttek, meghallgattak, fel vagyok véve, leváltottak a, itt a Sajó utcában. Attól kezdve a Beszkár zenekarnál voltam. 3 éven keresztül. 47, 48, 49, 50. Közben jártam az akadémiára. De nem végeztem el. Mert akkor alakult a Honvéd Művész Együttes 50-be, és az akadémistákat szedték össze, hogy a nagy szimfonikus zenekar. És álmodom, hát én most neveztek ki szólamvezetőnek a Beszkár zenekarnak. A Majorosi Aladár még rám is kiabált, hát azt mondja, mit képzel maga, átjáró ház ez? Mi az, hogy átjáró ház? Nem akart, hogy átmenjen az igen, alakuló Honvéd zenekarban. Na, kétszer volt próbajáték a Honvédség, a Váci utcai tisztiházban. Első nap a Szászárpi barátom, Isten nyugtassa, az, gyere, azt mondja, hát téged most hívnom be katonának. Hát bemész és 2 évet vagy 3 évet le fogsz nyomni, véged van. Elmentem, akkor a Dávid Ludu zeneszerző az volt, és a Gergely Pál az vette át az egész, hogy is, és a Zoli bácsi volt a kórusvezető, Vásárhelyi Zoltán. Meghallgattak, felvettek, úgyhogy én nem voltam katona, 7 évig a Honvéd Művész Együttesnél, mint a polgári alkalmazott, de egyenlő arany vállappal, minden. Én nem tudtam elvégezni a zeneakadémiát, de hát annyit tanultam, hogy az még a művész tanárképzőhöz is elég lett volna tulajdonképpen. Ez az igazság. És az operába hogy tetszett oda kerülni, és mikor? 56-ban, mikor hazajöttünk, feloszlott a Honvéd Művész Együttes. A Művész Együttesnél, mikor akkor már a Kerekes János volt, az a karmester és a Lukács Ervin. Az egész Rigoletto operát az együttes tagjai adták elő. A női szólisták, a férfi szólisták, a kórustagok és a zenekar. Most én akkor már ott szólamvezető voltam. A Honvéd Együttesben. Igen. Mert a Szászárpa, aki szólamvezető volt, az átjött az operába. Azt felvették, és akkor annak a helyére kerültem én. Hát 56-ban Kínából hazajöttünk, hát 4 hónapig voltunk Kínában. Végre hazajöttünk, és akkor bementem a szakszervezetbe, a Kerekes Jánoshoz, aki, hát azt mondja, munkókan nem tudok mit csinálni, hát nem. Hát mondom, itt vagyok állás nélkül, hát mondom, hova menjek, hát nem. Nem, valakit nem tud, Karnagy úr, hogy nem. Erre találkozok a Szászárpi barátommal, azt mondja, hát miért nem jötti a próbajátékra? Mondom, milyen próbajáték? Azt mondja, februárban volt egy próbajáték. Az operaházban. Az operaházban. Hát mondom, nem tudtam. Fölvettek egy olyan tagot, akit hozzánk nem vettek föl. Nem, te Honvéd Együttesben. Igen. Hát, azt mondja, áprilisban lesz még egy próbajáték, feltétlenül készülj fel, gyakoroljál,
megadta az anyagot, hogy körülbelül miket fognak kitenni, mit játszom. És akkor áprilisban elmentem, spanyol fal mögött, vittem a Bach G-dur suite-t, a szonátát, hát csak egy tételt kellett volna játszani, egy kis bácsi, a Frappnói bácsi volt zongorista, és mondtam neki, hogy egy Bachot. Sem leülök, behangolok, és elkezdte a Bokeremi koncertet, mert azt vittem másodiknak. Eljátszottam, és a kerekes még oda szólt a Szászárpinak, azt mondja, olyan ismerős ez a hang. Azt mondja, hát azt mondja, Mújkó. Spanyol, mert sorszámmal. Igen, ne lehessen tudni, hogy igen, ki játszik, hogy igazságosabb legyen. Hát felvettek, úgyhogy 57. május 1-től 36 éven keresztül lettem az operának a tagja. 66 éves koromban jöttem el. A Sibándi Jóskától kezdve az Irosfalvi, a Réti Jóska, ezek mind a legjobb barátságban, meg a balettesek, Fülöp Viktor, Róna Viktor, Lakatos Gabriella, Kun Zsuzsa, ezek mind. Szóval egy nagy család voltunk. Volt az Opera Klub, ahol déltől éjjel egyik, attól függ, hogy mikor milyen hangulat volt. Persze, ha előadás volt, akkor nem volt ivászat, vagy ez, vagy az, és az lement, utána aztán lehetett. Nagyon kellemes volt. Karmesterek közül kivel tetszett a legszívesebben együtt dolgozni? Ferencsik János. Tehát ezen a képen itt, amin Ferencsik Jánostól tetszett kapni, ez áll, hogy Lakatos Gábor kollégámnak számos közös muzsikálásunk szíves emlékére barátsága Ferencsik János, 1977. január 23. Igen. Ővele az volt a helyzet, hogy az akadémián két zenekar volt. Na most a kis zenekarban olyan volt, hogy volt két cselló, egy hegedű, egy bráncs, egy bőgő, egy fugola, meg egy dob. Nem jöttek az órára. Ő félkézzel zongorázott, félkézzel dirigált, meg fütyülte a dolgokat. Na most én mikor tudtam azt, amikor a Ferencsik tartja az órát, én már beosontam, és leültem az utolsó pulthoz. Bejött, azt szokott, körülnézett, észrevett, tudta, hogy én nem tartozom oda, de nem szólt, csak arra kellett nagyon vigyázni, hogy ne legyen semmi tévedés. Mert akkor kidobott volt, az biztos. Úgyhogy ő vele nagyszerű karmester volt. Nagyszerű, nagyon. Lukács Ervin is nagyon jó volt. Erdélyi Miklós, akivel nagyon jó barátságban volt. Tetszett említeni a Mújkó Bece nevet. Na, hát hogy ezt hogy tetszett kapni? 1940-ben vagy 1941-ben ment a Gülbaba című film, és a Maklári Zoli bácsi az volt a Mújkó cigány, akinek volt 6 burdéja. És akkor futballozás közben megszólal egy gyerek, Mújkó, rúgd ide a labdát. Mindenki így nézett, én rajtam maradt.